Csináljunk már filmet is róla. Hát 11 évvel ezelőtt járt itt oranzs vagon, az András féle. És akkor 2020-ban újra, mert ilyen hülye az ember. A vasútmodellezésben a határ a csillagos ég. A hülyeségünkről meg nem is beszélve. Sokszor megfordult. Hát ott nem csoda, ha kisiklik. Hoppá, azt nem tudod megfogni. Ezt vagy az alján fogod, vagy a gép, de még a gépháznál se. Csapás, itt egymást szaggatják ki. Na jó, ez csak fél siker volt. Ezt a pályarészt nem sikerült bejárnunk. Bejárhatatlan pálya szakasz. Jó, van szépen vissza. Ettől még a dzsungel... Ezt el. Ettől még a dzsungelvasút, majdnem dzsungelvasút. Hát Floridában sem különb a helyzet. Csak ott még a krokodil is ott van. Jó, jöhetsz, már most már mindegy.
de nekem zöld. De neked zöld. A Bubunak nem tetszik, hogy a nagyon fekete az eleje, mert ő neki nem tetszik ez a sráfozás. Na mondjuk végül is ez a költői szabadság. De az övé is nagyon szép lett. És az enyém se csúnya. Bár az enyém csúnya, de úgy csúnya, hogy szép, mert hogy... Na, érted? Én érted. De én nekem ez az zöld tetszik, nekem az a mávos, piros dolog az valahogy kevésbé. Na hagyjatok, ne buzizzátok egymást. Vagyis hát tulajdonképpen az Andrisé, nem az az enyém. Melyiket? Hát a pirosat. De hát lesz azon kívül másik piros. Ezt azért nagyon bírjuk, ezt a fajta vonatozást, nem Pepe? Igen. A leülsz és megy körbe-körbe, ez egy kurva jó dolog. Jaj, na végre egyszer vonatozunk meg. Már rég volt. Nagyon rám fér ez a kis vóckodás. Körbeért. És akkor, ha följön, ez lesz a teli panoráma. Csak győzzek filmet csinálni belőle. Ez úgy teszi a dolgát, ahogy kell. Ez a díjban, ez a díjnyertes az engem is, állam kívül. Megy. És a legerősebb. Azért ez Csaba eltalálta. Ez kurva jó lett. Az alányaiban mindenhogy nagyon jó lett. Ha a 45-ös is ilyen lesz, bár pedig miért ne lenne ilyen. Egészen kiváló hegyközi meneteket fogok tudni csinálni vele. De most az azért ez a két LGB hajtásra. Előfogató. Szerintem teljesen jó. Szerintem teljesen jó. Belenyúltam, nem kellett volna? Na mindegy. Egy térd, egy kutya, egy mozdony. Egy slag, két kutya. Kutya fül. Az a helyzet, hogy ez a fingás is benne van a felvételben. Az élet része. Ja, az igaz. A kerti vasutas dizájn. És a napot megjelentették. Egyébként sokszor nem baj, mert nem jobb ez a fedett fény, mint a, már a filmezés szempontjából, mint az éles napsütés. Teljesen jók vagyunk. Ebből milyen jó motor van az ember, hogy csinálja ebből az ilyen kocsiból, ebből a szegénységből. Thank you.
De ebben megint lesz egy 15 perces film. Az legyen. Ja, nem zavar a dolog, csak annyi snittet csináltunk már, hogy... Az ujjam benne van, nem kellett volna. Ezt el is kivágjuk. Korrekt, teljesen korrekt.